Itt még a biztonságot nyújtó plexifal mögött tisztálkodva, ugyanakkor kíváncsisággal, vegyes izgalommal készülnek újévi sétájukra a Jászberényi Állatkert pingvinjei. Jöjjenek vadjai! Természetes élőhelyükön a déli sarkon jóval zordabb a hőmérséklet, mint Magyarországon. Így természetesen nem hóban és jégmezőn, hanem díszburkolaton és avarban totyogott a pingvin csapat. Ecsédről érkeztünk, és hát nagyon tetszik, pont jókor értünk ki, de nem láttam még én sem ilyet, hogy pingvinekkel együtt sétálnak, meg a gyereknek is nagyon tetszik, úgyhogy örülünk, hogy most értünk ide, mert ez nagyon jó program, úgyhogy örülünk neki. A Jászberényi Állatkert pingvin kolóniájának 23 tagja van, közülük 13 vett részt a látványsétán. Hát én még ilyet nem is láttam, pedig 74 éves vagyok, de ez nagyon szimpatikus, hogy itt sétálnak a pingvinek az emberekkel együtt. Meg hát így mondjuk a napi életükről is csak elmondta itt az idegenvezető, hogy milyen gonddal jár ez egyáltalán, hogy ezt tudja nyújtani az állatkert. A pápaszemes, vagy más néven afrikai pingvin fő tápláléka a tengeri hal. Az élelem megszerzése érdekében akár napi több kilométert is megtesz a jégmezőn, hogy utána a jeges vízbe vesse magát és megkezdje a vízi vadászatot. Elsősorban azért fontos ez, mert afrikai pingvinekről van szó, és nyilván télidőben, amikor tényleg hidegek vannak, most annyira nem, de tényleg hidegek vannak, akkor fontos az, hogy abból a belsőben tapasztalt ingerszegény környezetből kimozdulni legyen lehetőségük. Ez az elsődleges cél. Jászberényben természetesen csak fagyasztott tengeri halakhoz jutnak a pingvinek, ám a fagyasztás és az azt követő kiolvasztás során értékes ásványi anyagok, vitaminok oldódnak ki, ezeket pedig mesterséges táplálékkal pótolják gondozóik. A séta viszont nem fizikai, sokkal inkább lelki állapotukat tartja karban. Ezeknek a madaraknak azáltal, hogy tengeri hallal táplálkoznak, ki kell egészítsük a takarmányukat vitaminokkal, ásványanyagokkal is. Legnagyobb biztonsággal úgy tudjuk ezt megtenni, hogy a reggeli etetéskor kapnak egy fejenként egy vitaminnal betöltött halat. Ahhoz, hogy ezt tudjuk kontrollálni, erre van nagy segítségünkre ezeknek a szárnygyűrűknek a jelenléte. Ugyanis, hogyha mondjuk adott esetben egy mondjuk a lila szárnygyűrűs tünemény nevű pingvinünk ezt megkapta, akkor ne kapjon másikat. Nyáron nincs látványsíta, és ennek két oka van. Az egyik, hogy maguk a madarak sem kívánják olyankor, hiszen akkor már használhatják a medencét. Másrészt a szúnyog csípésre igen érzékenyek a pingvinek. Természetes élőhelyükön ilyen rovarok nem léteznek, így a csípésük elleni immunitás nem alakult ki náluk.